Hát előre is, bocs, a beállítás, csak egy kukára ráraktam. Remélem benne vagyok, aztán ha nem, akkor nem. Nem tudom sajnos ellenőrizni. Szakadó eső. Na de vissza az elejére. Tegnap este. Elég hosszú ideig kerékpároztam délután. Ugye délelőtt mondták, hogy megvan a céges kerékpár, menjünk érte Deventerbe. Elmentünk, elhoztuk. Hát ugye minél kevesebb időt szeretek én bent tartózkodni a lakóépületben, ahol most már nem heten, hanem nyolcan vagyunk. Na de ezt majd később. Ahogy kiraktuk a kerékpárt, elemózsia a hátizsákba, elmentem még a boltba, vettem sört. És aztán én elindultam tekerni. Megismernek környéket, tájékozódási pontokat keresni, ilyesmi. Hát erről nincs mit mesélnem, de pár apróság, ami így hirtelen. Tehát előttem ment például egy apuka, egyszer csak megelőztek, mert én megálltam. Tettem, vettem, hátizsákot igazgattam. Elmentek mellettem, és akkor láttam, hogy két gyerek, két kerékpár, és a kerékpárjuk elején egy kis kosárka van. És tele volt szeméttel, tehát ilyen csörös dobozokkal, energiaitalos dobozokkal. Hát mondom, ne lábasszus, hát nem Magyarországon vagyunk, érted? Tehát ezt miért csinálják? Tehát gyűjtik? Vagy mi a franc? Mennek visszaváltani, aztán abból vesznek csokit, vagy fagyit, vagy ilyesmi? Hát nem, hát ez nem Magyarország. Aztán ugye megelőztek, én még közben elindultam, egyszer csak látom az apuka megáll kerékpára, leszáll, nagy öröm, mondom, mi a túrót talált ez valami, egy gyűrűt, vagy ilyesmit. Hát le is lassítottam, mondom, hogy lássam már, hogy mi a nagy öröm tárgya. Kérlek szépen, a kerékpárút melletti árokból talált egy ilyen eldobott energiaitalos dobozt, fogta és az egy gyereknek berakta a kosárkájába. Hát most őszintén megmondom, hogy ilyet én Magyarországon, megmondom, mikor láttam, amikor én a két fiammal elindultam szemetet szedni. Na mindegy. Tehát kerékpározgattam egész, minél tovább húztam az időt. Kaja volt nálam, semmi gond, volt pár söröcském. Most is van. Hétvége van, gyerekek, hétvége. Bocs. Most nem, nincs az a tikkasztó idő, hogy most így megszomjaztam, vagy ilyesmi, de a helyzet most megint olyan, sőt még olyanabb. Fene legyen meg. Tényleg nem tud elszabadulni a feszültség sehol. Este megérkeztem, de már messziről hallottam, hogy az öreg az torka szakadtából üvöltözik valakivel. Hát mondom, végre nem én kapom a dolgot. Tegnap estéhez képest minden fenekestül megváltozott. Fellett forgatva pontosabban. Azt hittem, hogy ugyanolyan nyugodt este lesz, mert ugye a múltkor a kemping tulajdonosa szólt neki, hogyha még egyszer ilyen van, ilyen hangoskodás, meg stb. Akkor ugye kiraknak bennünket mindannyian. Hát úgy, ahogy vagyunk. De bárcsak eljönne már ez a pillanat, basszus. Most tegnap este is érted, megérkezek, leülök, direkt kint ültem le. Egyrészt egy új arc, ott egy magyar srác. Ugye azelőtt valónap jött egy csaj, aki az előtérbe alszik, most jött egy magyar srác. Az is az előtérbe alszik, szóval egyre többen leszünk. Jaj, de fárasztó. Aztán, ahogy leültem, ugye bent hallottam, hogy megy az üvöltözés. Ó, meglátott az öreg, jaj, nekem mondom, basszus. Most álljak fel, azt menjek tovább, vagy mi? Na, neki átüvöltözni, hogy te büdös paraszt, takarodja az a kurva anyádba, meg mit tudom én mi. Hát már felszívta magát rendesen. Hát egy fél órás ilyen agymosást kaptam, de egyébként oda sem figyeltem rá. Tehát így menet közben ott volt a srác, beszélgettem vele, aztán így néha így rálegyintettem az öregre, mindig folytatta. Tehát kint állt így az ajtóban, nagy darab hentes, érted, riszákos, mit tudom, felszívta magát tényleg. Nagyon felszívta magát. Aztán osztott mindenkit, akit élt. Hát ugye hát persze, hát engem is megtalált, én meg azért voltam egész nap úton, hogy nehogy megtalálja. Na mindegy, megtalált. Egy fél óra, utána már nem volt kedvem semmihez. Behúztam a szobába, aztán alvás. Aztán hát ennek ugye lett az a
következménye is, hogy nem jelentkeztem be otthon a családnál este. Úgyhogy elkezdtek irogatni mindenkinek, akivel én itt tartom a kapcsolatot, vagy vélik úgy, hogy tartom a kapcsolatot, meg kikeresték itt telefonszámokat, ahol dolgozom, meg stb. Nem történt semmi tragédia, csak olyan... Tehát így eltűnni a világszem elől, érted? Így végleg megszűnni. Na de... Hát egyrészt ugye nagyon sokan írtátok Facebookon, hogy ez nem egyedi eset. Tehát volt olyan, aki nem is tudom hány évet írt, hogy itt dolgozott Hollandiában, és hogy a 6 szállásból neki egy volt jó. Akkor volt, aki azt írta, hogy olyan emberekkel volt együtt, leírta szó szerint, hogy mindent meg tudta volna ölni, szó szerint. Érted? Azt mondja, hogy olyan helyzet volt, hogy mindent meg tudta volna ölni. És ő is ugyanezt csinálta, amit én. Tehát én utolsó vagyok a sorban. Tehát az, hogy most én ebből a helyzetbe belecsöppentem, és volt, aki azt írta, hogy hát ne aggódjál, ki kell bírni, és lelkileg meg fogsz erősödni, úgy mászol ki a helyzetből, és utána egyre jobb lesz, hogyha itt vagy kint. Mert hogy ez mindig így indul, vagy nem tudom, tehát mindenkinek így ment. Hát, szóval tényleg előtte nagyon sokat, tehát nagyon sokan írták ezt nekem a Facebookon is, ugye a privát üzenetben, meg a kommentekben is, a filmek alatt is leírják, hogy minden kezdet nehéz, tehát ilyen sablondumák, de amiket így privátban megosztottak velem, hogy miken mentek keresztül. Jó gyerekek, nem szeretnék egyikbe se részt venni, úgyhogy én még talán valahogy ilyen light-os verzió vagyok. Na mindegy. Szóval meg volt a tegnap esti üvöltözés, aztán ugye a nejem elkezdett keresgetni éjszaka, mindenkinek irkálni, meg reggel is, hát reggel is én fölkeltem. Tényleg az, hogy bekapcsoltam a laptopot, oké, Facebook, semmi üzenet. Vagy nem hagytam neki időt, vagy lassúan ehet, vagy akármi, de később visszanéztem, hát anya az írt bőven. Tehát már teljesen ki volt akadva, hogy hol vagyok, nem jelentkezek. Mivel nem láttam, tehát kora reggel, én nem tudom hány óra volt, mert nincs órám. Telefonom sincs. Laptopom van, azon Skype-ozok. Tehát én nem szoktam, reggel van telefonom, úgy értem, benne a szobában, csak izére ébresztésre használom. Tehát, hogyha bekapcsolom, ekkor kell felírodni, az kész, utána kikapcsolom, ennyi dolga, nem használok itt telefont, tehát kit hívjak föl, meg engem minek hívna föl bárki itt. Mit csináljak vele itt az erdő kellős közepén. Na mindegy. Szóval reggel fölkeltem, és ugyanúgy rögtön kerékpár volt nálam, kaja, ki az erdőbe. Találtam egy ilyen kis kerekasztalt, meg ilyen körszéket hozzá, oda járok mostanában. Hát oda kaptam, reggelizni, ebédelni, vacsorázni, ahogy kijön, oda megyek. Ott tök nyugis, és hát jól ki lehet jelenteni, hogy a hobbim az erdőbe szarás, hát egyszerűen 8-an vagyunk abban a hülye lakókocsiban, vagy zuhanyzik valaki, vagy akármiért, tehát nem lehet kiszámítani. Én meg az a fajta emberke vagyok, aki érzi az inget, utána elszámol 5-ig, és már ott kell, hogy üljön. Úgyhogy ez mindenkinek másképp megy, van, aki meg azért szenved, mert 5 napig nem tud, meg ilyenek, szóval ezek ilyen emberi problémák, de hagyjuk. De tényleg az van, hogy nekem ott a fejemben megjelenik egy ting, 1, 2, 3, 4, 5. Fölkeltem, álltam kajálni az erdőbe, stb. Aztán így fejemből összeraktam egy szép tervet. Egyrészt van egy hatalmas nagy tó. Gyalog akartam oda elmenni, de aztán rájöttem, az elég messze van. Hát 16 kilométer körülbelül. Tehát 32 kilométert legyalogolni most nincs kedvem. Így aztán jött a kerékpár, na mondom, akkor megyünk. Irány a tó. Igen, ám csak, hogy délben nyit az Albertheim. Közelben meg nincs már volt, mert itt ugye mi ahol vagyunk, az kemping. Ja, most meg ahol vagyok, az erdős kellős közepén egy játszóház. Lehet, hogy a végén megmutatom. Remélem, hogy nem jön ide ma senki, hát esik az eső. Tényleg, az erdő kellős közepén megy egy út, de sehol semmi kilométerekre. Megy egy út itt mellettem, azt lehet hallani. Itt egy játszóház. Gyerekek már. Abba bízom, hogy nem jön innen senki, mert ez egy erdei út, mindig mászkál valaki kutyával, meg ilyesmi. Na, ma meg aztán ugye elindultam szintén terveket a fejembe, hogy tó látogatása, megtekintése, stb. Tehát ilyen a turista program. Kerékpárral. Volt még 2 söröm tegnapról, nem bírtam meginni. Elindultam, és igen, itt a lényeg. Kaptam egy rohadt nagy defektet.
És még az volt a szerencsé, hogy a lakhelytől nem messze. Tehát voltam egy ilyen 3-4 kilométerre körülbelül. Hát ennyit már azért gyalogoltam bőven. De egyszer csak éreztem, hogy olyan furcsán billeg a seggem alatt a hátuljam. Mondom, basszus, már csak ez hiányzott. Nem elég, hogy érted, ilyen hülye helyzetbe kerül az ember, de mondom, utolsó vagyok a sorban, mert előttem, mert ezt annyian átélték és írták, hogy pokol. Pokoli, vagy milyen egyáltalán, tehát nem, a pokol se jó szó erre. Nagyon megterheli az embernek az elméjét. Aztán besétáltam, fejben így feladtam, hogy jó, akkor reggel most hogy megyek dolgozni. Szóltam a Norbinak, hogy mondom, kerékpárszervizről tudsz, azt mondja, hát vasárnapon. Jó, mondom, ezt én is tudom, de vasárnap is lehet defektet kapni, hát ha valaki ilyen, hogy szóval, ügyelet, sürgősségi ügyelet, vagy valami ilyesmit tart a környéken. Hát ugye nem, ez a kemping, a falu van itt mellettünk, a város nagyon messze van. Úgyhogy most megint az van, hogy nincs bicikli. Volt, nincs. Így hirtelen meg lett mutatva, aztán puk, hogy mi a francba mehettem bele, hát jó, elég sokat tekertem, de kifejezetten vigyáztam rá, hogy csak is így kerékpárúton, vagy műúton nem mentem be. De jó, amikor erdei útra kellett menni, csak sétáltam befele. Mit hogyha be kellett mennem pisilni, vagy akármi. Na jó, szóval úgy nagyjából ez van. És azt hiszem, hogy innentől kezdve így hoztam fejben egy döntést, hogy minden helyzetből álmomban úgy menekültem meg, hogy fölrepültem. Emlékszem rá, hogy minden nagyon-nagyon nehéz helyzetből, amikor valaki harcolni akart velem, vagy valakivel küzdenem kellett, vagy valami nagyon nehéz szituáció volt. Az összes álmomban fölrepülök. És most is azt érzem, mintha ez az egész nem is valós lenne, hanem álmodnám, de persze ez hülyeség, ez csak ilyen aforizma, vagy mi, hasonlat, vagy akármi, de most azt érzem, hogy nincs más hátra. Tehát van egy kis taktika, bevárok egy pár dolgot, és aztán repülni kell fölfele. Mert ez ugyanolyan nehéz helyzet, mint amit az álmaimban szoktam látni, és ott ugye az ember nem tud elmenekülni előle, de mégiscsak el tud menekülni előle, mert valahogy megtaláltam ott is a megoldást, hogy elrepülök. Hát ha ott megtaláltam, akkor ez a valóság, hogy mondjam, sokkal szerintem könnyebb, mint az könnyebb megtenni a valóságban, mint az ember. Igen, mindent a valóságban kell megtenni, nem az álmaimban. Persze, a álmomban nekem sikerült azt megcsinálni, hogy a nagyon-nagyon hard szituáció elől elrepültem, akkor erre a valóságban sokkal képesebb vagyok az ilyesmire. Na, csak azért ültem le egyébként, mert szakadó eső, de meg sem álltam volna. Én ilyenkor megyek, mint az a körszó. Nincs már kerékpár, ugye defektes, majd talán holnap. Kérdeztem, hogy Norbit bevisz dolgozni, azt mondta, hogy nem, úgyhogy gyalog kell, hogy reggel bemenjek dolgozni. Még szerencsé, hogy mindegy szerencse, hogy nincs messze, egy pár kilométer időbe fölkelek, elindul a gyalog. Ez nekem már nem tétel. Azt, hogy most nekem gyalog kell bemenni dolgozni, érted? Most így nehezít? Hát nehezítsetek, gyerekek! Ja, és köszönöm mindenkinek egyébként, aki odaírt a kitartást. Ez is sokat számít, meg az is sokat számít, hogy a feleségem a háttérből támogat, meg aggódik értem, meg a gyerkőcök is, meg stb. Tehát egész nap kattognak rajta, hogy mi van velem. Hát én meg azon kattogok, hogy mi van velük. Ez szerintem így természetes. Napápám, meg holnap.